Az őszi időszak kisebb régiós versenyein eredményesen szerepeltek a Komáromi Úszóklub tagjai. Az október 10-én rendezett szombathelyi versenyen kicsiktől a nagyokig a teljes versenyző generáció képviseltette magát. A regionális versenyen 36 érem és számos egyéni csúcs született. Ezt követően Győrben egy szintén régiós tesztversenyen álltak rajtkőre a komáromi úszók. Ide csak a serdülő korcsoporttal mentünk el, mert érem átadás nem volt, csak listáztak korcsoportonként az eredményeket, és nagyon jó időket úsztak a serdülő fiú úszóink. Takács Fábio 200 méter pillangó úszásban ranglista negyedik helyet jelentő időt ért el, Dikász Bence pedig 400 méter vegyes úszásban és 50 méter mellúszásban ranglista első időt ért el, illetve 200 méter mellúszásban pedig ranglista második helyet. Nála különösen az 50 méter mellúszás volt a nagy meglepetés, mert ő inkább egy ilyen közép és hosszú távú úszó, és hogy ezt hogy csinálta, ezt erre is, hogy keressük a választ, mert 100-on meg annyira nem úszott olyan kiemelkedő eredmény, tehát 50-en és 200-on nagyon magas szimó időt érte, a 100-on meg, ami a kettő táv között van, ott mondjuk az első 10-ben benne van a ranglistán, de minden esetre nagyon jól esett mindenkinek, nekem is, mint edzőnek, meg a versenyzőnek is hatalmas élmény volt. A Komáromi Úszóklub jelenleg 8 csoporttal, körülbelül 80 fővel működik. A legfiatalabb tanítvány 5 éves, a legidősebb 16. A kiemelkedő eredmények eléréséhez az elszántság, az eredményekbe és a célokba vetett hit, a kitartó munka és a szorgalom elengedhetetlen. Az úszodában minden nap keményen folyik a munka, hiszen az elmúlt időszak számos sikerélménye még inkább motiválja a gyerekeket. A tavaszi 10 hetes kényszerszünet után szépen fejlődik a csapat, az úszók ismét a tőlük elvárt teljesítményt hozzák. A kisebb gyerekek, tehát ezek a 9-10-11 évesek viszonylag gyorsan összeszedték magukat, és már a nyári versenyeken is úsztak egyéni csúcsokat. A serdülő fiúk azok inkább a nyár második felére, július végére érték utol magukat, vagy közelítették meg az egyéni legjobb idejeiket. De most már ugye az említett két serdülő fiú egyéni csúcsokat is úszott, és ezek olyan jó eredményeket jelentenek, amit elmondtam, hogy a ranglista első, nem is első 10, hanem első 5 helyezett közötti pozíciókat jelentenek, tehát ez nagyon kimagasló. A Komáromi Úszóklub Sportegyesület versenyzői november közepén a serdülő és ifjúsági országos bajnokságon állnak majd rajtkőre. Az edző bízik abban, hogy hasonló jó idők és ismét szép eredmények születnek majd. Nyilván nem bíztuk el magunkat, keményen dolgozunk, mert tudjuk, hogy a versenytársak idén nem tudtak annyit versenyezni a járvány helyzet miatti intézkedéseknek köszönhetően, és csalóka ez a szituáció, nem mindenkinek érzékeljük a fejlődését, lesznek olyan nagyon erős versenyzők, ellenfelek, akik majd a bajnokságon fogják megmutatni, hogy a június eleje óta, mióta lehet edzeni, tulajdonképpen mi történt velük, milyen fejlődésen mentek keresztül, de mondom, én bízom benne, hogy azért mi is ott leszünk a döntőkben, erre jó esélyünk van, és minél közelebb a dobogóhoz, ez a cél. Az országos bajnokság után Székesfehérváron versenyeznek majd. A szezon legutolsó megmérettetése pedig a Győr Open elnevezésű verseny lesz, amelynek alapján eldől, hogy a ranglistán ki hol zárja a 2020-as évet.